Saját szerepében Norman Winter, magyar hangja Kárpáti Tibor. Az utolsó prémvadász. Rendezte Nicolas Vanier. Fényképezte Thierry Machado. Zene Krishna Levi. Gyere, Nonu, gyere, kutyám, gyere, gyere! A nevem Norman. A Szikláshegységben születtem a vadvölgyek közt, és nem tudnék máshol élni. Ezt a levegőt szívom, ez a világom több mint 50 éve.
Nanuk a társam, hűséges kísérőm. Összesen 7 kutyám van, és ő a falka vezér. Mindenhová magammal viszem, bárhová megyek. Nanu, mi újság? Gyere, gyere! Gyere, hűséges pajti. Megint megelőztél. Bajnok vagy, Nanu? Bajnok vagy, jó. Mindig tudod, hová készülök, mi? Gyere, szállj be! Gyere, ez az. Jó. Ideje, hogy hazamegyünk. Megnézzük Nebraskát és a barátaidat. Szia, Nebraska! Nos? Nem volt rossz, de úgy látom, megint sok tarvágást végeztek. Ha ez így megy tovább, sehol sem marad erdő. Ez rossz hír. Találtál valamit? Láttam néhány nyestet, és nem kevés hódot. A hód rosszul fizet. Igen, tudom, de könnyebb elejteni. Tehát... szerintem kissé fejjebb kell mennem, nyugat felé. És ha nem találsz semmit? Akkor abba kell hagynom. A városba kell költözni. Nem hagyod abba. Egyszer. Nincs más választásom. A városban találok munkát. A városban? Te? Na, igen, én. És itt mi újság? Ó, itt minden csendes. A kutyáknak hiányoztál, és nekem is. Legközelebb elviszed a lovakat? Nem, kenúval fogok menni, de előbb meg kell javítanom. Megrongálták a zúgók. Az én kutyáim. Hogy vagytok? Gyere, pajtás! Meséljetek! Mi újság? Jól van, jól van. Jól van. Éhesek vagytok, mi? Éhes vagy, ugye? Éhes kutyus. Te is éhes vagy. Tessék. Tessék, neked is. Jól van. Nebraskával 15 éve élünk együtt. Ő pontosan úgy kedveli ezt az életformát, mint én. Összhangban élünk a vadonnal. Ismerünk minden hangot, olvasunk a jelekből, a mozzanatokból. Van, aki azt hiszi, hogy ez a környezet ellenséges. De szeretem ezt az életet, mert tiszta és egyszerű, és minden a magam tempója szerint történik. De el kell hagynunk ezt a paradicsomot. Az erdészet egyre bejjebb és bejjebb hatol ebbe a régióba. Több száz hektárnyi erdőt vágtak ki úgy, hogy egyetlen szál fát se hagytak meg, pedig másként is csinálhatták volna. Tönkretették az ösvényeket, amelyeken csapdákat állítottunk föl, és rengeteg utat építettek. Az állatok is elmennek. És hamarosan követnünk kell őket. Na ne,
Akarsz segíteni? Akarsz nekem segíteni? Sok sérülés van rajta. Igen. Azt hiszem, az én hibám, hagytam túlságosan kiszáradni. De semmi baj, befoltozom, és megint jó lesz. Döntöttem, hogy felderítek egy másik völgyet. Egyre nehezebb prémes állatot találni a környéken. És miután a nyersbőrára egyre lejjebb megy, utánuk kell mennem. Nincs ellenemre a felfedezés, de akár veszélyes is lehet, és nincsen túl sok időm. Közeleg az ősz, új csapdákat kell elhelyeznem még a télbeállta előtt. Különben elmulasztom a szezonját. Nanuk, gyere! Nanuk. Nyugi, Nanuk. Nyugi. Lé, gyere. Gyere, pajtás. Gyere. Gyere. Nem is olyan rossz itt, mi? Mit gondolsz, Nanuk?
Menjünk, menjünk, cimbora, gyere, gyere. Azt hiszem, megtaláltam az új helyet a csapdáknak. Rengeteg állat van erre, és fakitermelésnek semmi nyoma. Innen legalább 5 nap kell, hogy elérjem Dawsont, azt a várost, ahol időről időre eladom a nyers bőrt, és megveszem mindazt, ami a természetben nem elérhető. Nem vesztegethetem az időt. Holnap útra kelek a lovakkal. Lassan. Lassan, lassan, lassan. Ó. Gyere. Jó kutya. Nagyon jó. Na gyere. Jól van. Jó fiú. Jól van. Gyere. Gyere. Jól van. Derékló vagy. Jobb helyen is átkelhettünk volna a folyón, mi? Igen. A boldogságom azon alapul, hogy hogyan viszonyulok a környezetemhez. Nem pusztán csodálom, hanem a része vagyok. Nem lett volna szabad az embernek elvesztenie a kapcsolatot a természettel. A környezet közös kincsünk. Ha az emberiség életben akar maradni, együtt kell élnünk a természettel, nem annak ellenére. Jól van, cimbora. Jól van, cimbora.
szépen. Úgy, úgy. Nagyon jó. Jól van, cimbora. Még egy-két forduló, és már elég is lesz. Alaposan megdolgozott. De még mennyire. Kapod? Akkor ugrás! Kilátás lesz ebből az ablakból. Jó lesz itt ücsörögni majd télen. Talán 9 röntgfa kell még. Aztán mehet rá a tető. Ha kész lesz, beköltözhetünk. Nem is lesz rossz. Mindenképp be kell mennem Dawsonba, hogy bevásároljak a télre. És inkább egy kunyhóban légy, mint egy sátorban. Holnap indulsz Dawsonba? Igen. Addig kell odavinnem a lovakat, amíg nem jön a nagy hó. És neked se kell tartanod a grizzliktől. Itt hagyom a kutyákat. Azt hiszem, minden megvan. Ó, azt hiszem, hogy ezt elfelejtetted. És vigyázz magadra. Egy hét múlva újra itt vagyok. Olyan sokáig tart? Igen. Innen 2 nappal tovább tart az út Dawsonba, mint a korábbi helyről. Hát akkor... Úgy. Majd igyekszem. Vigyázz magadra. Hogyan? Vigyázz magadra. Jó. Gyerünk. Gyere, Nana. Erre, Nanuk.
legyen minden rendben. Jó, jó. Was waiting there, who was hunting me? And it cut my lip and it cut my heart. So I could not drink from the river's dark. And it covered me. I saw within my lawless heart and my winding rain. És hol hagyta a lovakat a hétvégére? A legjobb helyen Denisnél. Denisnél? Tudja, annál a franciánál. Ja, persze, ismerem. Jó helyen lesz. Nem sikerült átjönnünk a hágón a télelőtt. Így aztán itt kell hagynom a lovakat télire, pedig persze, nem akartam. Persze. Egyáltalán. Nanuk! Ide figyelj! Most itt megvársz engem. Igen. Jól van, pajtás, figyelj, itt megvársz. Na, várj! Itt vársz! Ez meg fog felelni, Norm. Foglalkozz Leoval, Martin. Persze. Mindent megtalált, George? Köszönöm, Kim. Mindent. Tudtam, hogy van odalent valahol. Bármire használhatja. Náthára, fejfájásra, fülre. Mennyibe kerül egy doboz? Semmibe. Kedves, magától köszönöm. Irigylem magát, mindig szerettem volna trapperkedni. Igazán. Na, lássuk az ablaküveget. Öt és fél, megvan. Még mindig odafönt van a John tanya fölött? Nem, a favágók ellepték a helyet, mindent kivágtak. És most hol fog telelni? A hágon mellett leszünk a halastó közelében. Igen, a szép vidék. Az. Itt elvágjuk. Sajnálom, ami történt. Egyszer csak ott volt. Nem tudtam megállni a havon. Sajnálom. Nagy veszteség. Meghalt a kutyája a boltnál, nem volt mit tenni, már túl késő volt. Igyekezni kell a pakolással, Norm. Ugyancsak gyülekeznek a felhők. A hágok nagyon hamar bezáródnak a hegyekben. Mindjárt hozza a boltos az üveget. Azt hiszem, hogy semmi sem maradt ki. Jó reggelt.
Jó reggelt, itt vannak az üvegek. Köszönöm. Becsomagoltam, látja? Remek, így nagyon jó lesz. Hoztam még valamit. Tényleg? 10 hónapos, szeret futni. Az anyja Dolly volt, hallott róla? Nem. Tavaly ő nyerte a Simat versenyt. Nekem nem, igen, kell versenykutya. Gyerek is lány? Látom, elég nyugtalan. Ó, csak kissé félénk, még nem ismeri magát. Majd megszokják egymást. Jó kislány, gyere ide. Gyere. Bele fog illeni a falkába, ha magához szokik. Légy jó kislány. Gyerünk. Az új gazdin. A neve Norm. Gyerünk rajta. Jól van, ne félj már. Na végre. Legyen békéstele, Norm. Igen, remélem, hogy az lesz. Nos, Norm, mit gondol? Miről? A kutyáról. Nem tudom. Kell egy erősebb szánhúzó. Mit kezdjek egy bajnokkal? A boltos meg olyan kedves ember, nem mondhattam nemet neki. Nem tudom, mit kezdjek vele. Nem lehet bekötni a többiek közé. Csak azért, mert nincs gyakorlata a szánhúzásban. Tényleg, melyik kutyával fogsz vadászni? Nem vele annyi szent. Nem viszel magad a kutyát? Melyiket vinném? Volt, jó lenne. Nincs rá kiképezve. Jobb, ha egyedül megyek. Hová mész? Oda, ahol még nincs hó, a jávor szarvasokhoz. Vadásznom kell, vagy csapdákat lerakni. Ez a megélhetésem. Sőt, annál is több. Alapvetően egyik állatfaj se ártalmas a természetre. Meggyőződésem, hogy az embernek is megvan a szerepe, méghozzá az, hogy fenntartsa az egyensúlyt az úgynevezett ökoszisztémában. Lényeg, hogy csak annyit vegyünk el, amennyire szükségünk van, amint az állatok teszik. Az a tiéd lehet, de ne okoz kárt. Ez a trapper mottója.
Most aztán találd meg nekem. Rajta, keresd. Keresd meg. Jól van, jól van. Úgy, tovább. Tovább. Igen, ez az. Ha megölök egy állatot, meg tudom indokolni. Szükségem van a bőrére és a húsára. Nem kérek érte bocsánatot, inkább megköszönöm. Ezt tanultam a Nazcapiktól. Találtál szarvast? Igen. Le kell mennem az ingoványhoz. Ott még nincsen hó. Nem is tudom, hogy mondjam meg, de... Apás elszabadult. Tudom, megtalált. Méghozzá rossz pillanatban. Mi történt? Minden esetre a húst feldaraboltam. Vászonba tettem, és a tárolóra. Legalább 600 font hús. Január végéig kitarthat nekünk meg a kutyáknak. Akkorra megjönnek a rénszarvasok. Mm-hmm. Majd felmegyek a fensíkra vadászni, és a 20 szánnal fogom lehozni, ha megjön a hó. Ha akarod, én is szívesen elmegyek érte. Elviszem a szánt, és megfuttatom apást. Jó. Én pedig megnézem a csapdákat. Elég időt vesztegettem vele, hogy a térre vártam. Nézd, ott már minden fehér. Gyere, ne bukó. Gyerünk, Minit. Hová lett? Apás! Apás! Fogd meg egy kicsit Volkot. Szeretném befogni apást is a többiek közé. Az nem fog menni. De menni fog. Indulhatunk rajta. Várjunk egy kicsit, Norm. Mondtam, hogy nem fog menni. Csak az időt vesztegeted. Semmi baj. Idő van bőven. Te próbálkozhatsz, de én nem fogok. Jó, mehetnéked van. Mindjárt indulunk. Figyelj oda apásra. Thank you.
csináld! Legyél jó! Jól van! Ez az! Jól van Adam! Nagyon jó! Ez az! Megjöttünk! Ó! Hé, apás, nagyon jó kislány vagy. Nagyon ügyes voltál. Ügyes kislány, jó voltál. Jó kislány, jól van. Jól van. Jó kislány. Szépen beleillesz a csapatba. Nagyszerű. Jó voltál, Nebukó. Jó kutyus. Végre beindult a csapda szezonja. Nem tudom, mit fogok találni az új csapásomon. Meg kell ismernem a területet. Fel kell vennem a beszélgetés vonalát mindennel, ami a környéken él. Ezt az új élőhelyet a szövetségesemmé kell tennem. Az első csapda az első találkozásom vele. Ez a foglalatosság időt, türelmet és figyelmet igényel. Igen, Bork! Jól van, apás! Jó kislány vagy! Igen, Bork, igen! Jó kislány! Gyerünk, Bork! Ügyes vagy, apás! Futás, Bork! Gyerünk tovább! Remek! Gyerünk, Bor! Ó! Milyen volt? Ki? Apás. Ó, éppen csak el van ott a szélen. Nem csinál a világon semmit. Ha ott se volna, az is mindegy lenne. Adjunk neki egy kis időt, megtanulja. Nem hiszem, hogy időkérdése. Okos kislány vagy, meg fogod tanulni, ugye, Volk? Megtanulja. Odafent északon az a legfőbb gond, hogy az állatállomány egyre csökken, mert egyre kevesebb a trapper. Ellentmondásnak tűnhet, de nélkülünk nem fejlődik a vadvilág. A trapperek azzal tartják kordában az állományt, hogy néhány egyedet elejtenek. A gyengébb állatokat elpusztítják, amelyek nem gyarapodnak mások kárára, ez pedig a fejlődés szolgálja. Én vagyok az egyik utolsó trapper. Úgy érzem, én vagyok e vidék oltalmazója. Habár meg nem mondom, meddig tudom még csinálni.
De Isten a tudója, hogy szeretem ezt az életet. Tessék, ez a tiéd. Te is kérsz egyet? Magamnak is megtartok egyet-kettőt, ha nem haragszol. Tudod, most, hogy ilyen hideg van, holnap átkelek a tavon, és megnézem a túloldali csapdákat. Ilyen korán? Igen. 40 fok alatt van. És még hidegebb lesz. Minden be fog fagyni. A kanyon felé akarsz menni, vagy egyenesen át? Nem, a kanyon felé. És ha ilyenkor a kutyák futnak néhány kilométert, az jót tesz. Azt hiszem, hogy be kéne néznem Alexhez. Ennyit igazán meg kell tennem. Meg kell látogatnom őt. Régen nem láttuk egymást. Vajon hogy van odafönt egyedül? Magaddal viszed apást? Vihetem. De semmit se számít. El kellene vinned. Idő kell, míg beleszokik a csapatba. Ki lesz az új falka vezéred? Volk. Csak az a baj, hogy öreg. Sose lesz olyan jó, mint Nanuk, távolról sem. Majdnem 12 éves. És valószínű, hogy ez az utolsó évünk. Ha elmegy Alexhez, megbeszélhetnéd vele. Igen, megnézem a csapdákat, aztán felmegyek hozzá. Mi az? Van egy kis sérülés a lábán. Ez megvédi a mancsát. Mondtam, hogy a versenykutyák nem jók semmire. Nem baj, ha rajta van. Azt a holmit azonnal elveszti, még mielőtt felérne a dombra, már a legelején. Nincs értelme. Ártani nem árt. Nem bánom ad rá, de nem tudom éjeselni. Túl sokat aggódsz. Na, nekem most mennem kell. Indulás!
Gyerünk, arra! Gyerünk! Gyerünk tovább! Nem! Nem! Jobbra! Jobbra, Volk! Volk! Jobbra! Jobbra! Nem! Volk! Nem! Volk! 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 Apás, gyere! Gyere! Apás! Apás! Gyere! Apás! Gyere! Apás, gyere! Apás! Gyere, apás! Apás! Apás, gyere! Gyere! Apás! Gyere! Apás! Gyere! Apás, gyere! Ez az. Igen. Jó, rendben. Jaj, rendben. Melegítsd meg a kezemet. Megmentetted az életem. Nagyon jó kislány vagy, igen. Visszajöttél értem, ezt nem felejtem el. Kezd felmelegedni a kezem. Tüzet kell gyújtanom, mielőtt megint elgemberedik. Yeah.
Gyerünk, apas! Jó kislány vagy. Gyerünk, Volk! Gyerünk! Menjünk, apas! Jól van, apas! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk! Vigyázz az orrodra, kislány. Éles a kés, megsértheti az orrodat. Igen. Hé, Volk! Volk! Úgy látom, tetszik neked, apas. Szép kislány, mi? Igazad van, Volk. Szemre való. Jó kislány, igaz? Igen. Jól van. Nem, nem, Volk. Itt maradsz. Volk! Nem. Nincs desszert. Ne bukó, nem, nem, nem. Nem, Minit, nem! Rajta! Jól van, apas, ügyes vagy! Hallgatnod kell Volkra. Igen. Hallgatnod kell Volkra. Oda lemegyünk. Tudom, hogy nem voltál még sokat a jégen, de bíznod kell Volkban. Oda kell menned. Abba az irányba kell mennünk. Akárhogy is, muszáj. Érted? Tanuld meg, és csinálj úgy, mint Volk. Tudom, hogy találkozhatunk nyílt vízzel, de most nem lesz veszélyes, majd megtanulod. Gyerünk, indulás! Jól van, apás! Jó kislány vagy, nagyon jó! Jól van, apás! Ez az, jó kutya! Apás! Jobbra, apás! Jobbra! Jobbra, apás! Gyerünk, gyerünk, tovább, tovább! Gyerünk, tovább! Ez az, apás, ez az! Jó kislány, rendben volt, jól van! Ügyes! Ügyes, menjetek tovább! Jól van, jó kislány! Jól van! Au! Gyerünk, tovább! Mehetünk! Megáll! Jó fiúk vagytok. Te is ügyes vagy. Jól van.
Jól van. Ó, jó kutya vagy, bizony. Te pedig egy aranyos kislány. Remek falka vezér lesz belőled, tudod? Bizony. Tudod mit, apás? Tudod mit? Azt hiszem, Vók szeret téged. De mennyire? Na gyere. Gyere. Alex, Alex, hallasz engem? Alex! Alex! Hallasz engem? Vétel! Alex! Vétel! Ki keres? Ki van ott? Én vagyok Norm! Te vagy az, Norman! Tisztán és érthetően hallom a hangodat. Mi újság van nálad, Norm? Minden rendben is nálad. Rendben, nálam is minden rendben. Csak egy kicsit magányos vagyok. Mit szólnál, ha pár nap múlva meglátogatnálok? Ó, boldoggá tennél, Norm. Nagyon várlak. Rendben, akkor találkozunk. Vége. Nem azt mondtad a múltkor, hogy ebben az évszakban túlságosan veszélyes volna oda menni? Most, hogy ekkora a hideg, nem lehet nagy baj, a jég vastagra hízott. Van kedvem az úthoz. És megbeszéled vele? Micsodát? Hogy abba hagyjuk-e? Nem azért megyek. Tudod, hogy értem. Igen, beszélek vele. Akkor jó. Ide adnád a térképet? Indulás! Rajta! Gyertek, gyertek! Még egy kicsi! Gyerünk! Gyerünk, nagyon jó! Apás! Előre! Gyerünk! Rajta!
Rajta! Apács! 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 Gyertek! Húzzátok! Húzzátok! Gyertek! Húzd! Húzd! Mutasd a mancsodat, apas. Csak megnézem. Semmi baj. Katona dolog. Nem lesz semmi bajod. Jó, kutyus. Hát akkor gyertek. Gyere! Mozgás! Előre! Gyerünk! Sok-sok évvel ezelőtt Alex elvesztette mind a 10 kutyáját, mert egy éjjel túlságosan eltávolodott tőlük. A farkasok gyűlölik a kutyákat, és ha nincs a közelben ember, azonnal végeznek velük. Ebből a történetből tanultam. Soha többé nem hagyom magukra a kutyáimat. A farkasok emberre sose támadnak, az csak a könyvekben történik meg. A benszülöttek azt mondják, az északi fény jobban csillog, ha fütyülsz. Én pedig úgy találom, hogy a farkasok jobban üvöltenek, amikor az ég tele van azokkal a fényekkel. Inspirálja őket. Jól van, Volk! Jól van! Jó! Hóó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 
Szervusz, Norm. Hé, vigyázz! Hogy vagy? Jó, remekül. Jól van. Jó, hogy itt vagy. Milyen volt az út? Sokkal nehezebb lett volna, ha nem lenne az a falka vezér. Tanítgatja azt a fiatal nőstényt is, látod, aki mellette van. Na, menjünk be és ígyünk egy teát. Ez jól hangzik, Cimbora. Már elkészítettem. Kérsz még egy teát, Norm? Igen, köszönöm. Láttad a kutyáimat? Megmentették az életemet. Nem aggódsz, hogy nincsenek kutyáid? Csak egy hómasina? Sajnos. Már nem tudnék dirigálni egy falka kutyának. Úgyhogy nekem már csak maradt a hójáró. Vagy abba hagyom ezt az egészet. Hát, így mennek a dolgok, ha megöregszel, Norman. Már nem tudod kordában tartani a kutyákat. Pár év múlva neked se fog menni, hidd el. Pedig igazán jól csináltad a dolgokat, Norm. Emlékszem, amikor egy egész halom nyersbőrt hoztál Dawson Citybe. Az ember nem azért állít csapdákat, hogy fogjon valamit. Inkább az a lényeg, hogy ott van. Norm, nekünk a legfontosabb ez a szabad életforma. Igen. Mindketten ezért állítjuk fel a csapdáinkat minden télen. Igen. Igen, mehetünk. Rendben. Nem tudom, mit csináljak. Tudom, hogy változtatnom kéne. Mert egyre nehezebb az új szabályok miatt. Tudod, hogy van? Nem marad helye csapdáknak, kivágják az erdőket. Hiszen bizonyos állatok egyre sokasodnak. Mások pedig eltűnnek. És nem marad senki, aki odafigyel rájuk. Hát, épp ezért kell maradnunk. Máskülönben ki fog gondot viselni erre az egész vidékre? Norm, örülök, hogy benéztél. Jó veled beszélgetni. Arra gondoltam, visszafelé átmegyek a vízmosáson. Sokkal rövidebb. Még ha új gépem lenne, azzal sem mennék arra. Igen, de ismered a kutyákat. Mm-hmm. Ott is elmennek, ahol a gépek már nem. Ez bizony így van. Ez a gép... Hát, nem éppen társaság. És nem olyan, mint a kutyáid lennének. Ugyan. Ő az egyetlen társaságom. A kismadár. Légy óvatos, Norm, mert nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Ha legközelebb Dawson Citybe mész, nézd meg az új házamat, megtisztelnél. Tovább! Tovább! Oh!
Hallgatnom kellett volna Alexre. Hallgatnom kellett volna rá. Neki mindig igaza van. Mondta, hogy veszélyes lesz, de nem hallgattam rá. Igen. Igen. Mit csináltok? Nincs elég bajunk. Pont most kell egymásnak menni. Legyetek jók. Nézzenek oda, ti aztán bevackoltatok. Rajt, megyünk! Tovább, tovább! Menni kell! Nincs más választásunk, mint hogy tovább megyünk. Ha nem mozdulunk, meg fogunk halni. Ha nem hallgattok rá, meghalunk, értitek? Gyerünk! Fáradt vagyok. Hogy van, Alex? Milyennek láttad őt? Jól van. Ismered nem igen változik. És milyen volt a kutyafogat? Remek. Képzel csak, apás beleszeretett Volkba. Azt hittem, hogy négy van. Nem, csak ennyi van. Egész szép. Igazán nem rossz.
Habár még 5000 dollárra se rúg, amit látsz. Egyesek szerint a prémára ismét felmegy. Ezt már 5 éve mondják, de mégsem ment fel, tudod az árakat. Még mindig szerencséd van, igaz, Alex? Ezt nézd meg, he? Ez szép fogás volt. Igen. Ha eljön a tavasz, zsírt használok. Úgy tűnik, hogy sokkal hatékonyabb, mint a hús. Ó, majd én is kipróbálom. Jó. Próbáld ki. Minit, ez a tiéd. Hérax, te is kérsz. Nesze. Nem hagyja abba. Ne aggódj, Nebraska. Ezt még sosem mondtam neked, de egy nap megörökli a területemet. Így a helyes. Norman olyan, mintha a fiam lenne. Ki másé lehetne? Kezdek kiöregedni a csapdaállításból. De Norm, nem adja fel. És aztán mi lesz? Aztán eljön a vég. Ez a hatalmas nagy északi vidék voltaképp sivataggá fog válni. El fog veszni a karaktere. Igen. De az ember nélkülözhetetlen. Felelősek vagyunk érte, hogy fennmaradjon az egyensúly. Azt hiszem, nem lesz hosszú az út. Felmegyek a hágóhoz. Alex nemrég járt arra. Megnézem a csapdáit. Jól van. Hát akkor indulok. Mindent összepakoltál? Igen, azt hiszem. Vigyázz magadra. Rendben. Szervusz. Te vigyázz magadra. Jól van. Rendben. Jó utat. Ne így az oszomban. Futás! Slide.
Ez az! Csak így tovább ráksz! Igen, ne butó! Csies! Jól van, ráksz! Ügyes vagy, Minik! Húzzá, puszi! Igen, előre! Csak így tovább! Repül a falka, ha jó vezetője van, igaz volt? Jól van, Volk, jól van. Remek, Volk. Remek. Szép jó napot kívánok. Don nincs itt? Sajnos nincs itt. Elutazott. Vancouverbe egy hétre. Hoztam egy csomó prémet. Akarja látni? Persze, rakja ki. Hát, ez érdekes lesz. Fehér ember árul szőrt egy indiánnak. Igen, minden megváltozott. Van egy szép hiúzom. Igen? És a színe is nagyon jó. Méretes darab. Lehetne kicsit hosszabb a szőre. Azt hiszem, sose elég hosszú. Tudja, hogy Don mondja meg az árat, én csak elismervényt adok róla. Abban reménykedtem, hogy egy kicsit alkudozhatunk, és megállapodunk. Hallom, hogy Alex meglátogatta. Igen, valóban járt nálam. Méghozzá nem is régen, horgáztunk egyet. Az jó. Meddig maradt? Néhány napig. Ő egy fantasztikus trapperám. Több mint 60 éve él a vadonban. Annyi évet nem is számlálok. Igen. Alex jó ember. Nagyon jól is maga. Örvendek. Norman, Isten hozta. Hogy van? Milyen volt a szezon? Hát nem volt túl rossz. Egy kicsi meleg és nem túl hosszú, de... Igen, igen, nagyon jó szívben van. Elég jó fogás volt. És hogy vált be az a kutya? Hát, eleinte nem muzsikált nagyon jól, de bekötöttem a vezéreb mellé, és hamarosan beletart. Jó, tehát nem haszontalan jószág. Egyáltalán nem rossz, igazán jó kutya. Igen. Nagyon örülök neki. Ezzel boldoggá tesz. Örülök, köszönöm. És hogy nevezte el? Apás. Miért? Fogalmam sincs, kellett neki egy név, akármilyen név. Igen. Milyen szezonja volt? Nem panaszkodom. Körülbelül 150 darab van. Anyástekkel együtt? Igen. Elejtettem néhány hiúzt, néhány rozsomákot, és egyebeket, de a nyestek hozzák a legtöbbet. Az, de milyenek az idei árak? Úgy hallottam, emelkedtek egy kissé, de nem tudom, nem hiszem, hogy az átlagnál sokkal jobb lenne. Hé, Norm, pár dollár ide vagy oda, de tudja az árakat. Persze, ám amint mondtam, akkor se tudom, hogy mennyit fogok kapni a prémekért. Tavaszon nem törnék vissza, akkor annyi. Akkor jó. Megkeressük magát?
Nem, nem. Hagyjuk magát odakint. Keressék meg Nebraskát és a kutyáját. Igen, persze, ez természetes. Engem ne keressenek. Magát ne? Nem. Az azt jelenti, hogy meghaltam és elmentem. És tudja, mi a halál? Igen. A halál nem más, mint az élet folytatása. Mi? Minden egyes halál 5 állatnak ad életet. Igen. Aha. Én is egy állat vagyok. Tehát? Mindent levágunk? Igen, kivéve a bajuszt. A nagy tavaszi fűnyírás. A legtöbb állat vedlik tavasszal, nekünk viszont fizetni kell érte. Apás, hozd ide a kölykeidet. Norm, ha már csak egyetlen szezont vadászunk, miért fáradozunk annyit az új házzal? Nem tudom. Magyar hangok. Kárpáti Tibor, Papp Katalin, Izsóf Vilmos, Rudas István, Kajtán Róbert, Hágen Imre, Gardi Tamás. Magyar szöveg Bérci Krisztina, hangmérnök Házi Sándor. Vágó José Francisco Látesz, gyártásvezető Rózsa Völgyi Ilona. Szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.